napsütéses, nem ennyire didergős, szebb őszi napot, drága hölgyeim, uraim, mindenki, aki ma is itt van velem, belevágunk, átalakítunk. Az első hölgy, akit várok, az Bogi lesz. Bogiról azt kell tudni, hogy 0-24 órában otthon ápolja a fiát, és ezért mindent feláldoz, és eddig is feláldozott. Úgyhogy úgy érzem, hogy egy olyan hölgyet fogunk nem sokára megismerni, akire igencsak ráfér ez az átalakítás, inkább a kényeztetés, hogy egy picit saját magával foglalkozzon, mert hölgyeim, biztos ti is mind ismeritek ezt az érzést, amikor mindent és mindenkit magad elé helyezel, és magadat hagyod a legvégére, és mire nem jut soha idő saját magadra. Úgyhogy hamarosan megérkezik Bogi Árpival, és neki kezdünk, hogy nem is, hogy átalakítsuk, inkább, hogy egy kicsit feltöltsük, hogy egy picit törődjünk vele, és remélem, hogy tudunk neki adni, és ezen keresztül nektek is valamit, ami szép, ami jó, amivel egy picit előre visszük a világot. Izgulsz? Igen. 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 Nagyon is izgulok azért, hogy otthon minden rendben legyen, és izgulok úgy minden miatt. Az emberek számára, vagy számomra a legmegfoghatatlanabb, hogy elsősorban folyamatosan az agyad otthon van. Igen. Tehát otthon a uh-huh. gyerekekkel. Igen. Gyerekekkel foglalkozik. Hány gyerek van? Kettő. Van egy lányom, ő 17 éves múlt, most fog érettségizni. Szép lehet nagyon. Gyönyörű. Gyönyörű. Kívül belül egy... Hát belőled indulunk. Kis csoda. Köszönöm szépen. És van egy fiam, aki 20 éves múlt áprilisban. Uh-huh. Ő pedig most már több mint 5 éve éberkómában van, és otthon ápolom. Ez mit jelent, hogy előtte 5 évvel azelőtt akkor... Ő sosem volt egészséges, ő betegen született. Egy éves korában diagnosztizálták SMA-val, ez a spinális muszkuláris atrofia nevű betegség, aminek következtében ő sosem tudott járni. Elektromos kerekesszékkel közlekedtünk. Amikor őt diagnosztizálták, akkor nekünk azt mondta a kezelő orvos, hogy felejtsünk el mindent, nem fogja megélni az iskoláskort. Mi nem felejtöttünk el semmit, elkezdtünk kapcsolatokat fölvenni, igen, a férjemmel, amerikai betegekkel, és hát rengeteg olyan SMS van, aki akkor is középkorú volt, tornázott, úszott, és elkezdtük mi is a gyógytornát. A férjem úszó családból származik, ő vízilabdázott, a felmenői is, szép eredményekkel, és neki a víz egy olyan közeg volt, ami hát maga az élet. És akkor úgy döntöttünk, hogy elkezdjük az úszást a Balival. És nagyon-nagyon-nagyon hamar szinte a férjemnek köszönhetően ő sajátságos mozdulattal, sajátságos tempóban, de megtanult úszni. És a vízben mindene mozgott. Úgyhogy úsztunk. Itt ilyen szituációban nagyon kevés időt lehet önmagadra. Mikor volt utoljára egy ilyen időd, amikor tényleg kényeztettek, csak veled foglalkoztak, manikűröztek, sminkeltek, és itt a frizura? Ez mikor az volt? Esküvőm előtt. Az hány éve volt? 2001. május. Tehát azt lehet mondani, hogy 21 éve nem volt, foglalkozott veled senki? Hát igen. Néha fodrász, néha kozmetika, de ez igen. Igen. Hát az ilyen csoda napom az esküvőben volt. Az régen volt. Nagyon rég. Akkor ez is olyan, mint egy esküvő, nem? Esküvőre kér. Hát... Kíváncsi leszek. Az a hihetetlen, hogy egyedül neveled a két gyereket már. Most már több mint 3 éve, igen, mert a férjem előre ment. Uh-huh. Ő már odafentről vigyáz ránk. Uh-huh. Az biztos. Úgyhogy... Biztos, hát még sokkal nehezebb a helyzeted, mint amikor azért ketten voltatok. Amikor ketten voltunk, akkor azért megosztottak a terhek, a problémák, az örömök, a boldogság, és ott volt, és mindenben számíthattunk egymásra. Igen, és ő nem csak férj, hanem ő a legjobb barátom is volt, tehát... Hát az nem talán még most nehéz. Is. Még most is. Rengetegszer érzem, hogy ő ott fentről próbál segíteni. Igen. Hát tulajdonképpen... Remélem, hogy mi is fogunk tudni segíteni ezzel a kis átalakítással, mert azért az embernek a saját belső békéhez hozzátartozik az, hogy meglegyen elégedve önmagával, de neked nagyon kevés időd van foglalkozni önmagaddal. Igen. Mert minden energiádat a gyerekekre teszed, tehát elsősorban a fiadra, ugye, aki nagyon igényli. Hát ez nem könnyű élet. Azt lehet, hogy nem könnyű élet a tét. Nem. De azért úgy fogod föl, hogy szép, nem?
Az az igazság, hogyha az ember közel kerül a halálhoz, akkor megtanulja értékelni az életnek minden pillanatát, és az időt, akármilyen is. Tehát ez így lehet, hogy nagyon nehéz, de aki nincs ebbe benne, az talán kevésbé tudja átérteni, vagy átérezni, vagy egyáltalán fölfogni, hogy mondhat ilyet valaki, aki minden nap szembesül azzal, hogy lehet, hogy a fia elalszik, de talán pont ezért. Most pont azt ezért. Mondom, hogy csak lazítsál. Tehát most legalább ez az egy nap, ez csak rólad szóljon. Csak téged kényeztessünk, csak téged kényeztessenek ők is, és hát nézd, de legalább egy nap legyen az életedben. Ha igen. Már úgyis olyan sokat kell mással foglalkozni. Hát egyébként gondolom, hogy azért ez egy jó dolog a családdal foglalkozni. Csak ez sem szabad úgy felfogni. Szépsége mellett megvan a nehézsége is. Nehézsége. De... Igen, és adni akkor lehet, ha van miből, és amikor már így kiürül a... Így úgy érzed, hogy egy kicsit kiürült a baterid. Igen. Akkor most töltjük. Akkor most töltön leszek. Most csatlakozzál ránk. Így nyújtjuk a kezünket, hogy csatlakozzál ránk, és hát megpróbálunk annyira föltölteni, amennyire csak lehet, azért, hogy még több energiát tudjál adni a gyerekeidnek és a fiadnak is. És akkor meg is érkezett Bogi az Árpival. Izgatottan várom Bogit, hiszen tudom, hogy nagyon ritkán megy el otthonról, mert nem szívesen hagyja otthon a fiát másokra. Mikor indultál el ma reggel? 6 óra körül. Úristen, azért, hogy ide... Kellett, és így is ugye nehézkes volt a történet. Uh-huh. És sikerült rábízni valakire a fiát? Sikerült, igen. A lányom és a szüleim, ők lesznek ott egész nap. Próbálj most leengedni, okay. Kikapcsolni és magadra koncentrálni, jó? Mindjárt bemegyünk és egy isteni kezelést kapsz elsőre, és fantasztikusan fogod magad érezni, legalábbis nagyon bízunk benne, úgyhogy tényleg próbálj meg egy picit lazítani, elengedni, és csak magaddal. Rendben, köszönöm szépen. Bogi átalakításában a Skydoor hegyvidék csapata segít nekünk. Már be is ment, és már szépül éppen a kabinban. Most egy kozmetikai kezelést fog kapni, ami egy ilyen hidratáló, rendszalanító kezelés, szempilla, szemöldékfestés és mindenféle. Utána lesz a fodrászat, hajfestés, megnézzük, hogy milyen színt szeretne, hogy szeretne, és nap végén pedig egy sminket, illetve még egy kis lakkozás, egy kis manikűr, stb. Úgyhogy reméljük, hogy nagyon átváltoztatjuk a nap végére. Bízunk benne. Bogi arcbőrét elsőként egy korrektív kezeléssel frissítjük fel. Ez a kezelés kifejezetten jót tesz a fáradt bőrének, hiszen ránctalanít, feszesít, összehúzza a pórusokat és megújítja a sejteket. Azt gondolom, Bogira igencsak ráfér már ez a kis kényeztetés, nem csak a bőre miatt, hanem a lelkét is szeretnénk ezzel egy picit felfrissíteni. Természetesen nem maradhat el a szempilla, szemöldök rendbetétele is, egy kis festés, egy kis igazítás, és rögtön frissebbé teszi az arcát Boginak. Majd jöhet egy masszázs, amin keresztül egy fantasztikus, feszesítő, bőrfiatalító krémet viszünk fel Bogi arcára. Milyen érzés? Tehát nagyon jó. Nagyon jó. Könnyed, és nagyon szuper volt. Masszírozás, és az egészet ilyen. Szép is lett, és most akkor, hogy összetúrták a hajadat. És újdonság minden, amit itt tettek, mert nem volt még ilyenben. Egyáltalán nem jársz kozmetikában? De, ritkán, de ezek a fajta történések. Mm. Mondom, ez a fagyasztás, ez egy teljesen történet. Csücs, és akkor lássuk, hogy most, hogy összekócoltuk teljesen a hajadat. A telefont ide. Hogy azzal mit tudunk kezdeni. Beszéltük arról a telefonon, hogy egy icipicit lehet-e sötétebb a haját, pontosabban egységes, mert hogy most picit össze-vissza. Ha valami nem tetszik, inkább szólj. Tehát az a lényeg, hogy a végén te érezd jól magad. Ha van valami, mit szeretnél, akkor is szólj. Tehát most ez, ha azt mondod, hogy kupililát szeretnél, nem fogjuk csinálni. De ha bármilyen vágyad van, amit kipróbálnál. Természetesen, de biztos, hogy kell a végéből vágni, mert rég voltam. Igen. Mikor voltál? Tavasz, már eleje, tavasz közöttel. Hogyan telnek a normál hétköznapjai? Tehát mivel telik egy napod? Hát nálam 24 óra egy nap, ugyanúgy, ahogy mindenki másnál. Vannak nagyon-nagyon nehéz időszakok, amikor frontok jönnek, akkor ezt a fiam nagyon megérzi. Ilyenkor nagyon sokszor van fájdalma, amit
nehéz, és sokára lehet csillapítani. Elindítjuk a napot, fölkelek a lányomnak reggelit, 10 óra elindul a gimibe, és aztán a fiammal teszem, amit egyébként is tennék, reggeli forgatni, masszírozni. Sokszor odaülök az ágyam elé és mesélek, nagyon sokszor videózom, tehát rengeteg fénykép és régi családi videó van, amit játszok. Laptopon keresztül nézi, vannak kedvenc filmjei, amiket nagyon szeretett, Star Wars, hát az teljes fan volt. Ezek is sokszor mennek, és aztán amikor jó idő van, akkor ki tudunk menni az udvarra, az egy négykezes történet, ahhoz a lányom is kell. Van két szuper kutyánk, akik nagyon édesek, nagyon aranyosak, iszonyat hangosak és baromi konokok. De viszont amikor a Bálintot kivisszük, akkor az idős kutyánk, aki már lassan 11 éves, oda megy az ágynak a lábához, napágyra tesszük rá. A kiskutya meg oda megy a kezéhez, ő egy kis szuka, most már másfél éves, és elkezdi puszilgatni. És akkor érzem, hogy akkor itt van a Bali, és nyugodt és boldog. Próbáljuk kihozni a legtöbbet a napokból. Éppen tegnap beszélgettem a lányommal arról, hogy amikor a férjem elment, akkor kb. Egy év volt, ami kicsit olyan hibernált állapot volt, amikor úgy ment minden, robotüzem volt, de nagyon sok mindenre nem is emlékszem, csak tettem, amit kell. És aztán olyan egy-másfél évvel később volt az, hogy egyszer csak úgy elkezdtük látni a madarakat, madárnak. Elkezdtük látni a mókust, elkezdtük látni a felhőket, a napfényt, és újra az életnek azt a részét, ami bár ilyen picike, valahogy kihozott ebből a furcsa depresszióból. Kicsit ilyen kataton állapot volt igen, akkor? Igen. Tehát a gyászt úgy megélni, hogy elmegy a párod, és aki a szerelmed, aki a legjobb barátod, és nem tudod elbúcsúztatni, mert 3 órával később már ott kell lenned Bali mellett, és neki szüksége van anyára, hiszen etetni kell, a gégek, amit leszívni kell, folyamatos történet van, amit... Tehát ez nagyon kemény volt, igen. És a lányomnak, akinek hát... A Bali az szinte a legjobb barátja volt, van. A férjem az meg egy szuper apa volt. Tehát ő tényleg egy nagybetűs apuka. Nagy szájú, jókat vitáztunk, de egy fantasztikus ember volt. Úgyhogy, szóval hogy telnek a napjaink? Nehezen. Az éjszakák azok a legnehezebbek, mert úgyhogy égek a nő van, és van olyan éjszaka, hogy 25-30-szor föl kell kelni leszívni, de van olyan éjszaka, hogy egyszer sem. Ezt előre nem nagyon lehet tudni. Valamennyire a frontokkal ez párhuzamba hozható, de nem minden esetben. Ha jön egy nagyobb front, vagy hőmérséklet lehűlés, vagy eső, akkor azért az... Azt érzi. Akkor most nehéz éjszakátok volt? Most nehéz éjszakánk volt, de igazából most nem a Bali fél négykor, tehát olyan 9 és fél 4 között nem kellett szívni, fél négykor kellett először, utána nálunk elkezdett csöpögni az eső, és a kutyák indultak be, mert hogy vaddisznók jönnek le az erdőből, és azt hallják, és ugye akkor pont az erdő mellett lakunk, és ott azért zajlik az erdei élet, és utána már nem tudtam visszaaludni, meg izgultam is. Érjek ide pontosan, és helyet találni, és különben is, és minden rendben lesz otthon is. És azért én most kiléptem a komfortzónámból. Azzal is, hogy megírtam a levelet, azzal meg aztán végképp, hogy eljövök ide, és kameráztunk. És azt... Szóval nagyon-nagyon kiléptem. Hát 3,5 éve szinte az otthoni... Az otthon, az udvar, a patika pékség útvonal, és néha-néha, amikor jön a nővér, akkor van anya-lánya nap, amikor a lányommal elmegyünk egyet kirándulni, vagy egy színházba. Decemberben voltunk színházban, az nagyon jó volt. De hát ez nyilván nem annyi, amennyi egy normálisabb életben megadatik. Viszont ezek is fontosak. Úgyhogy próbáljuk kihozni a legtöbbet. Igen, kihozni a legtöbbet, de most hányan látják el azt a munkát, amit egyedül szoktál, tehát hányan egy van egy osztályon 3 nővér csinálta felváltva. De most, hogy eljöttél otthonról? Most anyukám, apukám és a lányom. Tehát 3-an vették át, amit egyedül csinálsz. Igen. Nem beszéltünk Bálintról, hogy ő születése óta beteg, de nem beteg. Volt ilyen. SMA-val született, ez egy gerincvelő eredetű izomsorvadás, aminek következtében ő sosem tudott járni. Elektromos kerekesszékkel közlekedett,
És azt kell, hogy mondjam, hogy ő boldog volt minden nehézség ellenére, mert hogy... Bocsánat. Semmi baj. Semmi baj. Leállhatunk a bármi bajon. Oda ideg a kezed, Úristen. Egy picit. Nem akarok sírni. Ő betegen született. Egy éves korában diagnosztizálták. És akkor nekünk azt mondta a kezelőorvos, aki diagnosztizálta, nem a kezelőorvos, bocsánat, a diagnosztizáló orvos, hogy ne csináljunk semmit, nem fogja megélni az általános iskoláskort. És akkor mi a párommal úgy döntöttünk, hogy azért megpróbálunk mindent megadni, és kihozni a legtöbbet, mert mi van, ha nem így van. Felvettük a kapcsolatot nagyon sok kinti beteggel Amerikában, ahol ugyanúgy SMS-ok élnek, csak ők már középkorúak voltak, kerekesszékben éltek, és köszönjük szépen, jól voltak. Az volt a különbség, hogy ők elkezdtek tenni valamit, tornáztak, úsztak. És akkor ebből fölindulva elkezdtük mi is a Dévény Anna féle gyógytornát, ami szerintem egy csoda, legalábbis neki nagyon-nagyon sokat segített, és elkezdtünk úszni. És az úszás az heti 7 napból, heti 5-6 napra. Itt a folyamatában ment, ilyen napi másfél-két óra. És ott ugye, ott ő maga volt, majd mutatok képet. És tudott mozogni, és boldog volt. Az volt az ő közege. A férjem tanította meg úgy úszni, hogy mindenféle segédeszköz. Ugye nyilván ilyen sajátságos tempóban, de az nagyon-nagyon sokat segített neki. És aztán megszületett a lányom. Ő is elkezdett úszni, ő teljesen egészséges. És így teltek a napjaink, volt gyógyterápia, gyógylovaglás, volt petős konduktorunk, tényleg nagyon-nagyon sok mindent próbáltunk, sőt, még a ráolvasástól kezdve sokféle irányba elmentünk. A lényeg az, hogy kísérletek voltak a világban, de gyógymód még nem volt. És 2016-ban látszódott valami, hogy az EU-ban elkezdtek egy gyógyszert kipróbálni SMA betegeken. És akkor egy anyukával és a férjemmel összefogtunk, hogy mi lenne, hogyha ennek az egésznek csinálnánk egy baromi nagy nyilvánosságot. Elkezdenénk aláírás gyűjteni, és ezt beadnánk a minisztériumba. Mögötte nyilvánvalóan azokkal az orvosi dokumentumokkal, amik igazolják, hogy lehetne már segíteni nekik. Igaz, hogy még csak kísérleti stádiumban volt, de remény volt. És akkor elkezdtünk egy aláírásgyűjtést, egy idős SMA beteg, aki egyébként jogász, ő írt egy levelet, egy kérelmet, akkor a Balogh miniszter volt az emmi élén, és tulajdonképpen 2 hét alatt majdnem 26 ezer aláírás gyűlt össze, de mindenhol, mindenki, tényleg a család, a barát, mindenhol, rengetegen álltak neki, és aztán eljutottunk a Balogh miniszterhez, és átadtuk ezeket az aláírásokat. Balika adta át 2 ilyen nagy stolc levélbe, vagy dobozba, bocsánat, rengeteg papír. És ott kaptunk egy ígéretet, hogy lesz gyógymód. Hogyha lesz, akkor ezt ők Magyarországon elérhetővé fogják tenni az összes SMA betegnek. Ez volt 2016. decemberében. 2017-ben volt egy súlyos gerincműtétje. Minden jó lett utána, volt egy szuper nyara, elkezdte a gimnáziumot, és... Gyerekek között. Épp, ő mindig épp gyerekek közé járt, igen, tehát szerencsénk volt. Egy fantasztikus általános iskola volt ott Török Bálinton, ahol akkor éltünk. Csak tényleg pozitívumot tudok róla mondani, mert nagyon korrekten álltak hozzánk. A Bálint egy borzasztó intelligens srác, akinek hihetetlen humora van, és tehát elfogadták. Beilleszkedett, megtalálta a helyét. És 2018-ban, 17 szeptemberében elkezdte a helyi gimnáziumot, és 18 januárjában pedig rosszul lett a gimnáziumban. Újra kellett éleszteni, és utána már nem úgy jött vissza. Nagyon sokáig volt oxigén nélkül. Volt egy hónap intenzív osztály, ott tulajdonképpen megtanítottak mindent, amit meg lehetett, ugye gégekanő, gyomorszonda, ez egy teljesen más helyzet volt. Tehát ott a fiad, akit ismersz, és aztán ott van a fiad, aki nem tud reagálni. Újra kellett tanulni mindent. És egy hónap után az intenzív osztályról hazamentünk, és azóta eltelt 5,5 év. Van több fantasztikus doktornénink, akit ha szükséges, akkor hívhatok.
kell az éjszaka folyamán is, de szerencsére ritkán volt arra szükség, mert most már tényleg amire szükség van, ezt már tudom. Hát szóval így vagyunk. Ő érez, ért? Néha itt van, néha pedig egy másik síkon, akkor olyan nagyon-nagyon távolba réved, de én azt gondolom, hogy érez, hal, és amikor itt van, akkor meg merem azt állítani, hogy néha talán örül is, vagy talán mosolyod is, mert amikor a kertben vagyunk a kutyákkal, vagy ott vagyunk a lányommal, vagy jönnek a szüleim, és ott beszélgetünk körülötte, akkor valahogy mindig én azt gondolom, hogy érez, igen, nyugodtan. Érzem, hogy akkor. Egy anya ezt akkor tudja. Otthon van, kész. Tehát ott van, ahol mi is, ahol a szívünk. Bocsánat. Semmi baj. Megálljunk egy percre. Hol vagy? Nem megállhatunk, figyelj. Tényleg. Nem akarom, hogy neked bármi fájjon, vagy rossz legyen. Szóval érzi. Tudom. Hihetetlen. Azt is érezte, hogy az apukája elment. Ezt is tudom, mert könnyes volt. Most mondanám, hogy érzem, meg értem, de ezt nem lehet se érezni, se érteni. Nem is kell, tehát ez de Isten őriz, hogy te... Most viszont azért vagyunk itt, hogy egy kicsit feltöltsünk, hogy egy picit magaddal is törődj, mert tudom anyaként, hogy az embernek mindenre van ideje, csak saját magára nem. Úgyhogy most egy picit próbálj ellazolni. Én tudom, látom, másodpercenként nézed a telefont, hogy nem hívnak-e, nincs-e valami baj. De hidd el, hogy jó kezekben van, és bízunk benne, hogy te is jó kezekben vagy itt nálunk. Azt szeretnénk, hogyha úgy tudnál visszamenni, hogy mikor rád néznek a gyerekek, rád néznek a szüleid, akkor azt mondják, hogy úristen, de jó, látom, feltöltöttél. Mert nem a haj, nem az a lényeg, nem a szempilla, nem a kezelés, hanem hogy egy picit fel tudj töltődni. Nem csak kívül, hanem belül is. Nehéz, de... Egy csepit kérhetek? Nekem is kell, hozok, várjál. Köszönöm. Hozol nekünk egyet? Erős vagyok. Erős? Figyelj, te nem az a lényeg, hogy erős legyél, ember vagy. Neked is muszáj, hogy kiengedd valahol a gőzt. És hogy egy picit tudj magaddal törődni. Nagyon hideg nem a kezed. Nem akarok sírni. De ne sír, szerintem sírtál már épp eleget. Nagyon sokat sírtam, és már nem sírni akarok, hanem elfogadni. Nagyon nehéz. Még mindig nagyon nehéz. Tehát napról napra próbálom, de még mindig nagyon nehéz. És az a baj, hogy amíg idézőjelben csak SMS volt, addig volt egy reménysugár. De mostanában rosszabbodik. És ezt így nagyon nehéz. Olyan... A halál, ezt tudom, hogy természetes belejárója, hiszen születünk, meghalunk. De hogy basszus, pont a fiamnak kell ennyit szenvedni ezt. Szóval érted, ez nagyon nehéz. Abszolút anyaként. Viszont mindent megteszel érte, az egész remélem, életed, ezt, amit te tehetsz emberileg, anyailag, megteszed. És remélem, próbálom. És erre gondolj. Úgyhogy most itt egy picit vegyünk még egy lélegzetet, és próbáld meg. Tudom, hogy nagyon nehéz, hogy egy picit ne körülötte forogjon az agyad, a lelked, mindened, hanem ma legyél te. Bogi, és ne anya. Hogy tényleg töltődve tudjál visszamenni. Mostantól kezdve vicceket fogok mesélni, viszont nagyon rossz hírem van. Igen. Borzasztóan rosszul tudok viccet mesélni, tehát hogy feldobjalak. Esetleg még néhány vicces képet tudok mutatni magamról, amikor nekem is nagyon nem jönnek össze a dolgok. De egy picit. Iszonyat jó humora volt a Balinak, és biztos, hogy erre mondana valami ilyen olyat, amiből egy pillanatok alatt ki tud eregbetni az embertől.
Ő nagyon-nagyon szerette az életét. Képzeld el, amikor 14 és fél évesen a gyógyszer kapujába, 5 hónappal a gerincműtét után, ugye már gimnazista volt, egyszer csak azt mondta otthon, hogy anya, nem is biztos, hogy akarom gyógyszert. Most így tök jól vagyok. De ő tanított és tanít a mai napig. Mert mindezt tőled kapta. Meg a lány. Igen. Te tartod bennük az erőt. Szerintem ők meg benned. Meg, igen. Bennem, ők benned. És ez csodálatos dolog. Csodálatos. És azt szeretném, hogyha amikor tényleg ma nézzünk, belenézel a tükörbe, és hazamégy, akkor azt mondta, hogy készen állok a következő csatára. Jöjjön bármi is. Mert hogy lesz, ezt mindketten lesz, tudjuk. Lesz. És adni úgy lehet. Néha visszatöltünk. Tudom, tudom. Így van. Tudom. Úgyhogy ma töltődünk. Tudom. Jó? Köszönöm. Lehet, hogy eltörtem az ujjam. Nem, nem törtöd el. Nem. Semmi baj, semmi baj. Nekem is fontos az érintés. Úgyhogy ezért mondom mindig azt, hogy öleg is. Mi annyit ölelkezünk a lányommal. Ez fantasztikus dolog. Ez volt a nyelvünk. Egy ölelés, amikor a legrosszabb minden, és utána minden könnyebb. Neki is ez a szeretett nyelve. De most nem ölellek meg, mert összefestik ezt. Viszont szép lesz a végeredmény is. És örülni fogsz, és a fiad és a lányod is. Szerintem boldog lesz, hogy anya egy picit kikapcsol. Tudom, hogy nehéz nem sírni, én is sírós vagyok, én is úgy engedem ki. Néha annyira erősnek érzem magam, néha meg elkezdek beszélni a fiam, akkor minden erőm lesz. De ez most normális tudom, ember vagy. Normális. Tudom, csak... És egy hős vagy, tehát amit megteszel, Úristen. Rengeteg hős van, nem? Ő a hős, ők, mert ők gyerekként csinálják ezt. És lehet-e többet adni, mint az egész életed? Mi Boginak csak egy kis kényeztetést, egy új frizurát adunk, de talán ti is érzitek a képernyő előtt, hogy milyen erős nő és mennyire kell neki ez a feltöltődés. Nagyon bízom benne, hogy tudunk ezzel a kis töltéssel neki segíteni a sok dologra, ami még előtte áll. Tudom, rúzsozás közben nem szólunk hozzá. Így van, mert most aztán nem baj lesz. Boginak nem csak a lelke, az arca is gyönyörű. Márti egy lágy sminkel csak kiemeli azt a szépséget és ragyogást, ami Bogiban ott van legbelül. Mert a szépség kifelé ragyog, nála is. Bogi öltözködési stílusának átalakításában, egy kicsit felfrissítésében Holt Krisztina segít nekünk, az Elite Butik tulajdonosa. Hát egyszerűen imádok nőket öltöztetni, és hát megmondom őszintén, kicsit izgulok, mert ez a mai forgatás, ami lesz, és ennek a hölgynek készülök egy szettel. Nekem fontos lenne, hogy olyan legyen, amit ő hétköznapokon ugye nem jár el nagyon sok helyre, mert ugye ez az élettörténete. Olyasmit szeretnék adni neki, ami a Bogi alkatát láttam egy képen, keskeny dereka van, és szeretném megmutatni neki, hogy most egy nadrágot választottam, ami egy nagyon szuper választás, mert ez egy stretch, és arra a kis időre, amikor ki tud mozdulni, akkor ez nagyon kényelmesen fogja felvenni. A nőiességét meg mégis megadja egy ilyen blúz, amit ezen a részen egy pici övvel meg fogok így bolondítani, és ezt a csípő részt, ezt így egy picit tudjuk itt takarni. Hát a szoknya az meglepetés lesz neki is, és biztos, hogy örülni fog neki. Magától szerintem nem venne föl egy ilyen hosszú szoknyát, erre gondoltam, és azt a hétköznapokban, és amikor egy picit kimozdul, akkor is tudja. Ó, és szerintem ebben az időben, most már azért jön a hűvös, van egy szuper kabátom, amit nagyon-nagyon szívesen adok neki, hogy melengesse a hideg időben, és pontosan ez a célom ezzel a kabáttal, hogy hosszú szoknyát fogok adni rá, és mivel láttam, hogy keskeny a dereka, ez a kabát, ez derékba kötős, és ez ki fogja hangsúlyozni azt, hogy keskeny dereka van, és ennek egy ilyen nagyon-nagyon puha szőrme gallérja van, úgyhogy ez hétköznapokra, ha egy kicsit kimozdul, akkor is fogja tudni hordani. És ami nekem mindig fontos, és azért is van két üzlethelyiségem, mert hogyha valakinek adok egy szettet, egy szerelést, akkor szeretem, hogyha összepasszolnak a színek, hogyha cipőt vesz hozzá, és én ezt a cipőt
tökéletesnek tartom hozzá. Azon gondolkozom, hogy én lehet, hogy egy picit draposabb kabátot fogok neki választani. Ez a szín, ez picit világosabb, és lehet, hogy azért praktikusabb is, amit mi nők tudjuk, hogy szeretünk mosni, de hát azért mindig minden alkalom után nem. Úgyhogy bízom benne, hogy ez neki nagyon fog tetszeni. Szezám. Wow! Nagyon csinos vagy, gyönyörű vagy. Ez igen, kérem szépen. Ez a nagy szerencsém. Elvihetem a hölgyet egy ebédre. Köszönöm. Na gyere, akkor menjünk. Köszönöm. Mikor volt utoljára a lehetőséged arra, hogy leülj egy nyugodt ebédre egy étterembe? Hát, most megint el kellett gondolkodni. Amikor a lányommal voltunk anyalánya napon kirándulni, akkor ültünk be egy étterembe ott van a kiránduló helyen. Viszont mennyire sűgottak így? Hát, pár havonta. Elvileg minden hónapban egyszer tud jönni egy nővér, akit ismerünk, de most le is volt sérülve, úgyhogy most... Egyszer egy hónapban? Igen, mert ő egy fantasztikus nő, de egy nyugdíjas nővér, és ő dolgozik is, tehát ő folyamatosan dolgozik. Igen. Nincs más, tehát nincs más, nem egyszerű. Ugye otthon ahhoz, ez megérkezett a levesünk, fantasztikus. Nagyon szépen köszönjük. Otthonápolás azért ez nem egy egyszerű történet, nem? És én még szerencsés vagyok, hogy tudunk kérni egy nővért a szülőn segítségét. Ez még egy fokkal szerencsésebb. Ha a jót látom benne is, nem a rosszat, és akkor az a nap tényleg a lányomról is rólam szól. És ezek szuperek. És nagyokat kirándulunk és ligázunk. Sikerül azért vele is jól tartani a kapcsolatot, hiszen azért a fiad olyan sok időket elveszi. Nagyon remélem. Erre ő tudom válaszolni, de nagyon remélem. Bízom benne. Ő azt mondja, hogy igen, nagyon jó kapcsolatunk van, néha nagyon jókat vitatkozunk, de kamasz. Én meg anyuka. Ez természetes, hogy anya lánya kapcsolatban. Sokan szerintem bele se gondolunk abban, hogy az otthonápolás az mennyire lélekölő és kemény munka. Mi a legnehezebb benne? Látni azt, hogy sokszor, amikor segítesz, az sem hoz igazán eredményt. Ahogy mennek a napok, sokszor nagyon kilátástalan. Amikor fájdalma van, és segíteni akarsz, és még várod, hogy hasson a gyógyszer, akkor nem hat jön a következő, és ez az idő, ez végtelen. Most nem foglak megsíratni még egyszer, már azért sem, mert most végre feltöltöttünk, és visszahúztalak, ezért elnézést kérek. De most ne haragudjatok, de nyugodtan szeretnénk enni, aztán majd megyünk tovább a fotózásra. Ebéd után, mielőtt nekiindulnánk a fotostúdiónak, még gyorsan rendbe tesszük Bogi körmeit. És akkor itt lesz a mutatvány. Virgil fog fotózni. Szerintem lehetne ilyen kis lazán. Na, ide. Hogy gondoltam. Hogy csináljuk ilyen. Húzzuk szépen ki magunkat. Oké, azt is lehet, hogy fogod egy picit a táskát. Úgy, megfogod, kicsit lazán, úgy. Nagyon jó. Picit vissza. Lazán, például az is jó volt, hogy fogjad ott a... Mosolygunk, nem gyilkolunk a kamerával. Azaz. Na, azt gondoltam, hogy ez a szerelés ez nagyon jól sikerült. Azt mondtad, hogy ezt fogod szeretni, és ugye nekem ami az első szempont volt az, hogy ugye hétköznapokra is jól tud hordani, meg ugye ismerem a történetedet, és hogy azért ne az legyen, hogyha hazamész, akkor bedobod a sarokba, és soha nem fogod hordani. A második szettet kicsit merészebb dolog lesz, hétköznapi, de egy szoknyára gondoltam. Mit szólsz hozzá? Azt, hogy soha nem mertem ilyen hosszú szoknyát venni. Hát, azért vagyok itt, hogy próbáljuk meg. Én láttam, hogy nagyon-nagyon keskeny derekad van, szerintem jól fog állni. És a hajad színéhez, amit gondoltunk, ezzel a felsővel szerintem tökéletes választás lesz.
amikor rajtad lesz, akkor meg fogod tudni mondani, hogy hogy érzed benne magad, és hogy magadtól ezt nem vetted volna le a válfára. Nem, nem vettem. Igen. A cipőt már kiválasztottuk hozzá, ez teljesen jó drapcipő, meg a kabátot is azért választottam, mert ugye ez egy hosszú kabát, és hogyha a szoknya van rajtad, akkor pontosan fedi a szoknya hosszát, és ezek a színek, ezek abszolút jól harmonizálnak, szóval szerintem ezt mindig fogod hordani. Na, mit szólsz hozzá? Próbáljuk meg. Próbáljuk meg? Sőt, nem csak megpróbáljuk, mindjárt le is fotózok, és akkor fogod igazán látni, hogy milyen klassz, amit rád adott a Kriszta. Így van. Felveszi, és akkor utána megmutatjuk így, hogyha felvetted. Jó? Nagyon jól áll a szoknya. Kriszta jól ráérzett arra, hogy rá szoknyát is lehet adni, pedig ilyen stílusú szoknyát én nem mertem volna felpróbálni. Pedig nagyon aranyos, úgyhogy már mindjárt meglátod fotót. És szépen, nézd, mit alkottál, mit alkottál. Hogy tetszik az új szerelésed? Igen? Kényelmes? Jól érzed magad benne? Hát ez volt az elképzelésem, hogy megmutatom neked, hogy azért lehet szoknyában is így lenni, és ezt a hétköznapokban is teljesen jól tudod használni. És akkor még ezt mondtam neked az előbb, hogy azért választottam ezt a kabátot, hogyha szoknya van rajtad, akkor az az a hossz, ami pontosan eltakarja. Úgyhogy próbáld fel ezzel együtt is, mert az első szenerésen le lettél fotózva, és már megmutattad, de szerintem... Ez ugyanúgy a te színed. Ez abszolút a te színed. És a kabáttal együtt. Télen egy csizmával. Hát, azt tudom mondani, hogy kicseréltek? Átvarázsoltak? Hát. Nézzük meg azt, hogy egy picit kihúzod a lábadat, akkor a szoknya az széthúzódik, igen, és jobban fönt lesz itt a bokádnál. És akkor látszik a cipő is. Mit tudod, most miért érem, hogy egy kicsit így fogja, és most se így. Igen, nagyon jó, nagyon, ez így tökéletes. És azt az... fogod, hogy én kivillantottam a bokámat. Igen, az az lesz. Mindenki látja. Illetlenség, de kivillantottad a bokádat, jó? Kicsit lazuljunk le, mert mindjárt hozok egy pálinkát. A kocsival van, nincs pálinka. Nincs pálinka. Amit te kényelmetlennek érzel a képen, az néz ki kényelmesnek és szépnek. Szép. Jó így? Nagyon. Remélem, hogy tetszett az arckezelés, a fodrászat, meg minden, amit kaptál tőlünk, de hogy ezt meg is tud tartani, szeretnénk neked egy kis ajándékot adni, hogy otthon is fent tud tartani ezt az állapotot, és most gyorsan elmondom, hogy mi mindent raktunk be neked, hogy egy komplett ilyen test- és arcápoló csomagot. Van egy kis neszeszered. Ugye mondtad, hogy te otthon szoktad magad szörteleníteni. Igen. Úgyhogy... Voilà, gondoltunk rá. Jó, az arcodra, illetve a testedre is. Egy kis szörtelenítő. Ez egy, az Akka kappának egy szappanja. Nagyon-nagyon finom illata van. Ez kézműves, úgyhogy ez a testedre. Illetve a testedre tettünk még be egy testpeelinget, illetve egy testápoló krémet. Ennek is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon finom illata van, ha meg... Ezek mind vegán, mangó. Jó? Bele lehetne harapni. Abszolút. Illetve a lábacskádra egy lábkrém. Jó? Biztos, ami biztos. És akkor ugye mi már nagyon sokat foglalkoztunk az arcoddal, hogy ezt meg tud tartani. Ezért tettünk neked egy szemránckrémet, egy szérumot, amit innen tetőttől tudod, nyakdekoltás, illetve egy arckrémet is, jó? Tehát, hogy tovább tud ápolni azt, amit ma elkezdtünk. Illetve, ha mész valahova, akkor ez egy ilyen 7 napos kúra, amit akár darabonként is, vagy egy hétig használhatod, amit szeretnél. Ez egy C-vitaminos kúra, jó? Köszönöm. És kaptál egy kis parfümöt is, hogy teljes legyen a kép. Ez egy hársva, ez is az Akka kappának egy nis parfümje, jó? Úgyhogy remélem, hogy tovább tudod otthon ezeket hasznosítani, és hogy örültél a mai kezeléseknek, és hogy meg tudtál elégedni mindennek. Mint a barátsom benne, gyerekkor. Mindjárt az is van, úgyhogy nagyon-nagyon szeretettel. Fogad sok szeretettel, és örülünk, hogy itt voltál. Köszönöm. Várjál, tudom, hogy mennél, de jön még a Kriszta, tehát még nincs vége az összes meglepetésnek, jó? Nincs. Ez a mai nap, ez a meglepetések napja, és remélem, hogy nagyon jól érezted magad velünk, és egy kis feltöltődést tudtunk neked adni.
Szeretnélek megajándékozni ezzel a szettel, meg a másikkal is, amit úgy láttam, hogy nagyon szívesen hordanál, és úgy látom, hogy ebbe is mész haza. Úgyhogy szeretettel fogad tőlem ezeket a ruhákat, és a téli kabát az melengesse a szívedet és a lelkedet itt a hideg időkben. Jó? Nagyon sok szeretettel. Ennyit tudtunk tenni érted, remélem, hogy azért jól érezted magad. Én még pár percet beszélgetnék veled, de én nagyon köszönöm a lányoknak, hogy ennyit segítettek nekünk. Örülök, hogy megismertünk, Bogi, és reméljük, hogy sikerültek kis örömet felelni. Sikerült, köszönöm szépen. Nagyon-nagyon örülök, hogy megismertelek, és nagyon sok kitartást a következőnkre, nagyon szívesen. És mondhatok valamit? Én nagyon köszönöm, hogy feltöltöttél minket, mert kevés embert ismerek, aki ennyi mindenen van túl, és ilyen hihetetlen erővel, töltöttséggel, pozitívummal rendelkezik. Bizony. Te energiával, ez bizony. Így van. Ezt el kell, hogy mondjuk. Most nem csináltam. Most már mehet a smink egy kicsit. Úgy érzem, hogy egy komor hullámvasúton ültünk ma felle egész igen. Nap. Hogy érzem, élted meg ezt a mai napot? Én is. Izgultam, féltem, de most boldog vagyok és meghatott, és azért még egy kicsit izgulok, hogy otthon minden rendben van, de minden rendben van, és nagyon köszönöm. Figyelj, tényleg mi köszönjük, hogy megismerhettünk, mert egy fantasztikus ember vagy, és egy csodálatos nő, iszonytatóan hatalmas szívvel rendelkező és erővel rendelkező anyuka. Úgyhogy azt gondolom, hogy soha jobbat nem érdemelhetett volna a fiad, a férjed, a családod, mint te. És néha engedd meg magadnak, hogy önmagad legyél. És remélem, hogy tudtunk téged tölteni, mert mi tényleg rengeteg töltést kaptunk ma tőled. Remélem, hogy egy szép napot szereztünk neked. Köszönöm. És nem sírjuk le a sminket, tudod? Úgyhogy elengedünk haza, mert tudom, hogy egész nap óránként, fél óránként nézte Bogi a telefont, hogy nehogy véletlenül valami baj legyen a kisfiával és a családjával. Szóval bármennyire is velünk volt, lélekben egy kicsit minden percben otthon is volt. Igaz? Igen. Úgyhogy remélem, hogy egy pici töltést nektek is tudtunk adni. Puszi, ölelés, és csodaszép hétvégétek legyen hölgyek. És legyen csodaszép hétvégétek, hölgyeim. Hosszú volt ez a nap. Igen. De nekem nagyon-nagyon megérte. Úgyhogy köszönöm, hogy velünk voltál. Köszönöm mindent. Nem sírok. Nem sír. Így van. Hapci, nem tudom. Törpillő. Nevetünk.